Rendkívül és meghatalmazott nagykövetté nevezte ki Szőlősi Györgyöt, a köztársasági elnök. Nemzeti Sport főszerkesztő a magyar futball és a puskás ügyek nagykövete lett. Közben a válogatott kudarcos portugáliai szereplése miatt újra fellángolt a stadionvita. Ő excellenciája Szőlősi György érkezett hozzánk, meghatalmazott és rendkívüli, erről majd úgyis kell, hogy kérdezzelek, hogy mitől rendkívüli nagykövete Magyarországnak futball és puskás öcsi ügyben. Jó estét, szervusz! Szervusz, köszönöm a most azt hiszed, hogy én gúnyolódok, de hát ez a nagykövet megszólítása, ő olvastam. Excellenciája, hát ezt te tudod jól. Van már diplomata útleveled? Van. Az gyorsan megy. Azonnal kapod? Vagy korábban is volt? Nagyon gyorsan dolgoznak a külügyminisztérium munkatársai. Nem vicces, hogy valaki foci nagykövet? Neked nem vicces? Ha ezt végig gondolod, ha igazán belegondolsz abba, hogy ez hogy hangzik? Hát én persze nagyon nehezen tudom kívülről nézni. Nagy empátiával talán meg tudom érteni, hogyha valaki abszurdnak gondolja. Hogyha azt mondjuk, hogy foci nagykövet, meg puskás öcsi nagykövet, akkor persze lehet ezen érzelődni. Hát futball és puskás ügyi, hát így szól hivatalosan. De hát igen, de te becézve említetted mind a kettőt. Ha megnézzük azt, hogy a futball milyen szerepet játszott a 20. századi kultúra történetében, főleg a magyar történelemben, akkor szerintem nincs okunk. Na de Adi Endre is, József Attila is, de hát költészeti nagykövetünk még sincs. Hát hogy ne lenne, hát a Balassi Intézet a világ számos pontján képviseli a magyar és kultúrát. És ott kit kell ő excellenciájának szólítani? Tehát ott ki a nagykövet? Hát mindenhol van egy nagykövet, aki nyilván a Magyarország hát gazdasági, kulturális és egyéb érdekeit is. Na de ott mindig van nagykövet is. Mi értelme ennek a pozíciónak? Mivel tudod megtölteni? Azt remélem, hogy nem kell talán magyarázkodnom, megmondva csinált dolgokat kitalálnom, amikor azt kérdezett, hogy mivel tudom megtölteni, mert úgy érzem talán, hogy már eddig is megtöltöttem, legfeljebb részben az eddigi munkának az elismerése, részben ennek a munkának a folytatására ösztönöz ez a, vagy bátorít ez a kinevezés, hiszen eddig is puskás ügyben, magyar futballügyben igyekeztem mindig nemzetközi területen is ügyködni, mondok pár dolgot, a FIFA Puskás díj megalapításának az előkészítése, a madridi, aténi, manchesteri, kolozsvári puskás kiállítások, a most már talán 7 nyelven hozzáférhető puskás életrajz, ami több változatban jön meg a világ különböző több pontján, de sokat dolgoztunk vele, a Puskás Hungary dokumentumfilmnek a nagyon sok helyre való eljuttatása, ami persze elsősorban a film elkészült, az a producerek és Almási Tamás rendezőnek az érdeme, de ott is De azt tudod, hogy most nagyon sokan azt mondják, hogy néznek minket, hogy ez mind a te üzleti vállalkozásod valamennyire. Hát hogy ebben te mit benne vagy üzletileg? Hát ez mondjuk nincs így, hát egy madridi puskás kiállítás, ahol a Puskás Intézet kiállítja azok, egyébként azokat van kezdenem, hogy mondjuk utána, amire a leginkább büszke vagyok, és aminek a leginkább örülhetünk mi magyar puskás rajongók, az, hogy Puskás Ferenc nagyon gazdag pályafutásának a tárgyi öröksége, a trófeái, kitüntetései, érmei, dresszei, és mindaz, ami abban a 20 ládában volt, ami hazatért Magyarországra, hogy ez hazatérhetett Magyarországra, tehát ez is egy nagyon nagy fegyver. Ebben semmilyen üzlet nincs. Ez Magyarországnak, csináltál. A magyar futballnak, a puskás rajongóknak. Miben korlátozott az, hogy te nem voltál nagykövet? Tehát szolgálat. Nem feltétlenül korlátozott, inkább... Vagy mi lesz most más? Inkább megfordítanám, hogy talán azért ez egy sokkal nagyobb mozgásteret biztosít, ez egy sokkal nagyobb biztonságot ad, hát azért természetesen puskás rajongó sportújságíróként, aztán a Puskás Akadémia sajtófőnökeként, vagy a Puskás Intézet igazgatójaként természetesen egyre nagyobb hatáskörre tudtam fellépni, meg tárgyalni, meg utazni, meg kérni, mondhatod, meg ajánlani, de mondjuk, hogyha egy ország kérdés van mögötted, vagy egy ország diplomáciája, akkor azért azt hiszem, hogy ezt nem kell magyarázni, hogy még jobb a helyzet. A te történeted, ez egy történet, a te életpályád, az egy szép történet, ez egy megírható történet is lenne, hogy hogyan lesz az egyszerű foci rajongóból a puskás relikviák gondozója, és így tovább, és így tovább. Mennyire játszik szerepet a te történetedben Orbán Viktor személyes rajongása Puskás iránt, hogy ebben ti találkoztatok?
kétségtelenül szerepet játszik. Ezt kár is lenne tagadni, nem is szeretném tagadni. Én azt hiszem, hogy előbb hallottam Puskásról, mint Orbán Viktorról. Ezzel a világon számtalan ember van így. Nem biztos, hogy mindenki így van, de sokan vagyunk így nyilván. Amikor gyerekkoromban már megragadta a figyelmemet, meg a fantáziámat az aranycsapat játékosainak a hihetetlen története, és az tény és való, hogy amikor már sportújságíróként az aranycsapat még köztünk lévő tagjainak a közelében ügyködtem, és sok időt eltöltöttem, és beszélgettem sok mindenkivel, akkor nem sok olyan döntéshozót, üzletembert, politikust, befolyásos embert találtam, bár voltak ilyenek, Orbán Viktoron kívül is, de nem sok, aki mondjuk annyira ugyanazt vagy hasonlót gondolt volna erre az egész történetről. Így lettél te most foci nagykövet? Hát ez nem ennyire direkt ez a dolog, és nem vezethető le talán egyik lépésből a másik. Én sportújságíró lettem, azért mert a futball általában, és azon belül is a magyar futball legendája nagyon vonzott, de hát persze, mint mindenhez az életben millió véletlen és szerencse is szükségeltetik, tehát hogyha az egyetemen mondjuk nem a nemzeti sporthoz osztanak be szakmai gyakorlatra, hanem valamelyik politikai napilaphoz, akkor lehet, hogy hosszabb lett volna ez az út, vagy másfelé kanyarodott volna az út, de mindegy, tehát nyilván mint mindenkinek az életútjában van millió véletlen. Az logikus felvetés, hogyha nagykövet vagy, és a sporttal foglalkozó nagykövet, akkor miért csak foci? Miért nem még kajakkenú, miért nem még öttusa, vagy mit tudom én, vízilabda? Tehát ez miért csak a foci? Szerintem egyrészt mondjuk a futballal kapcsolatban merném azt mondani, hogy megvan az a tájékozottságom, vagy jártasságom ezen a területen, amelynek a révén talán nem túlzás, hogyha föllépek ezekben az ügyekben. Természetesen a többi sportág nagyjait is tisztelem, és ha tudok segíteni, akkor fogok segíteni. Hogyha... Fogod tudni járni a világot ezzel a nagyköveti címmel? Mert gondolom, egy saját nagykövetséged nem lesz, hiszen az delegált egy államba. Nem lesz, persze. A világot fogom járni, mint ahogy eddig is tettem tulajdonképpen. Tehát azért mondom, hogy ilyen értelemben nagy és érdemi változás sem a tevékenységemben, sem annak a körülményeiben nincs. Inkább mondom, úgy érzem, hogy ez egy bátorítás arra, és egy rangot ad annak a munkának, amit eddig is. Nagykövetként kinek írod az első hivatalos leveledet, ha még nem írtad meg? Még nem írtam meg. Én szerintem külgazdaság és külügyminiszter úr lesz a címzett, Szijjártó Péter. Miért? Hát ő a magyar diplomáciának. Bejelentkezel. A vezetője, nem. Találkozunk néhány napon belül, meg már eddig is találkoztunk, meg eleve a fölkérést is tőle kaptam, és pontosan ezeket a technikai kérdéseket is. Na kíváncsi leszek, hogy mire jussz nagykövetként. Kinek és milyen jelentést írja. Öreg Bisna, a magyar futball hírnevét, ha már a magyar futball ezt most hirtelenjében olyan nagyon nem is teszi. Köszönöm szépen, hát gólt, gólokat egyre nem olyan ígéretek, de igyekezni fogok. Hát ha néhány találat azért tőled is jön, nem is a kapuba. Köszönöm szépen. Köszönöm.